Azzal egy zeneszerző mennyire tud megküzdeni az életében, hogy tudja, hogy az elődök mi mindent papírra vetettek, és mi mindent megírtak már? Ez borzasztó érzés is, meg gyönyörű érzés is. Az ember igyekszik, hogy ne ismételje meg azt, amit a nagyok megírtak, aztán a többi már a sors kezébe van. Én úgy szoktam ezt mondani, vagy gondolni, hogy a szakmát már úgy se tudhatom úgy, mint ahogy Bach, vagy Brahms, vagy nem tudom ki tudta. Viszont azt hiszem, hogy költőiség. A költőiséget, ha valahogy bele tudom írni egy darabba, azzal mentem a saját helyzetemet. Fölírtam magamnak egy tonális témát vagy motívumot. Ez volt. Szóval ez volt. Ez egy teljesen korálszerű, régi módi téma, hát ebből nem lehet mai darabot csinálni. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mivel lehetne ezt kiegészíteni, szembeállítani. És akkor a következők jutottak eszembe. Ez egy tonális téma, tehát muszáj ezzel szembeállítani egy atonálisat, és ez pedig a zongora magas regiszterébe egy ilyen csilingelő vagy harangozó anyag. Ez nagyjából így van. És miután ezeken dolgoztam, előjött egy harmadik, és rájöttem, hogy a zongorának a legmélyebb regiszterébe még ott szükséges valami. És akkor létrejött egy újabb dallam, ami szintén tonális. Ez egy szinte már népzeneszerű, vagy gregoriánszerű motívum. És akkor ezután jött az, hogy egy gregorián motívumot is kerestem, és ez pedig az egyik gregorián misének a Sanctusa, amelyik így szól. Többi. És aztán ezek azok az anyagok, amikből ez az egész darab fölépül. A csúcspontot ez a bizonyos gregorián Sanctus dallam képezi, amely különböző ellenanyagokkal van körülvéve. Az egész atonálisan és diszonánsan cseng ki, mint egy jelezve az embernek a bizonytalanságát és kételkedését.